Szabó Péter polgármester is megtekintette a nyitás napján az új helyre költözött Turistinfo irodát, mely mostantól Pakspont néven található meg a Városközpont főutcájának legforgalmasabb helyén a Városháza közelében. Paks feliratos tollak, képeslapok, bögrék, paksi színező és még sok más helyi kiadvány és ajándéktárgy mellett helyi kézműves termékek, úgy mint szappanok, méz különlegességek, mézes kalács is megtalálhatók a polcokon. Reméljük, hogy a későbbiekben a helyi kézműves termékek palettája is majd bővülni fog, tehát egyre több helyi vállalkozó kézműves fedezi fel azt a lehetőséget, ami ebben a Pakspont irodában rejlik. A paksiak körében népszerű Atom City feliratú ruházat kiegészítők skálája is bővült. Pakspontá alakultunk, ami a nevében magában hordozza azt, hogy amit igazából képviselni szeretnénk, hogy a turisták kiszolgálása mellett és felvilágosítása mellett a paksiakat is egyre szélesebb körű kiszolgálást tudjunk nekik nyújtani. A már eddig megszokott szolgáltatások is megmaradtak, továbbra is megvásárolhatók a helyi tömegközlekedésre a jegyek, bérletek, mindemellett városi kiadványok, könyvek, magazinok, programajánlók találhatók. A betérőket akár angol és orosz nyelven is tájékoztatják.